A pedagógusok szakszervezete, valamint a pedagógusok demokratikus szakszervezete által megfogalmazott sztrájk követelések 5 pontja közül az első már teljesült, mivel az oltatlan tanárok visszatérhetnek a katedrákra. A követelések további 4 pontja a pedagógusok és az oktatási ágazaton belül más munkakörben dolgozók munkaidejének csökkentésére, valamint a munkabérek felzárkóztatására vonatkoznak. Nagyon fontos, kötelező ugye, órák számát ugye, egy egységes fix keretben lenne célszerű meghatározni ugye, a pedagógusok esetében, hiszen itt ez a 22-től 26 óráig, ugye, amit ugye 326-os kormányrendeletben meghatároztak, ez egy ugye, aránytalan munkaterhet ró, itt ugye a még egyenlő munkáért egyenlő bér el ugye, teljes egészében sérül, hiszen itt a kollégák nem tudnak tulajdonképpen ugyanazért a bérért ugyanannyi órában dolgozni, legyen egy egységes munkabér, ugye a KJT alapját képező minimálbér ugye 101.500 forintban lett meghatározva már ugye nagyon-nagyon régóta, ez sem változott, így tulajdonképpen az előmeneteli rendszer elértéktelenítette ugye magát a pedagógus béreket, hiszen a garantált bérminimum, illetve a minimálbér az évről évre emelkedik, innentől kezdve előfordul olyan álságos helyzet, hogy egy pályakezdő pedagógus sok bérét ugye ki kell egészíteni a garantált bérminimumig, mert ugye a maga a bértábla ugye nem teszi azt lehetővé, hogy a kezdőpedagógus a bért keressen, mint amit mondjuk jelen esetben garantált bérminimum ugye garantálhat. Fülöp Attila elmondta, a január 31-i figyelmeztető sztrájkban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 200 pedagógus vett részt, de a mostani sztrájk során ennél nagyobb létszámra számítanak. A Nemzeti Pedagógus Kar elnök helyettese szerint időszerűtlen a munkabeszüntetés. A Nemzeti Pedagógus Karnak az álláspontja ebben a kapcsolatban, hogy sajnos ez egy időszerűtlen dolog, és több mint valószínű, hogy cél nélküli is lesz. Az a véleményem, hogy eltolja a pedagógusokat, vagy a pedagógusok egy részét egy bizonyos politikai csatározásba, aminek nem lenne szabad, hogy részese legyünk. A Nemzeti Pedagógus Kar elnök helyettese azt mondta, a követelésekkel kapcsolatban szükség lesz tárgyalásra, de lehet, hogy már az április 3-ai választások után felálló új kormány képviselőivel tudják rendezni a kérdéseket. Majd, hogyha fel fog állni az új oktatás irányítás, akkor igenis le kell ülni tárgyalni a bérekkel kapcsolatosan, le kell ülni tárgyalni azokkal a meglévő problémákkal kapcsolatban, amiről szó esik, de nem biztos, hogy a munkabeszüntetés lenne ennek a leghatékonyabb eszköze. Iszák Tibor, aki amellett, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar elnök helyettese egy határmenti település, Sonkád polgármestere is hozzátette. A munkabeszüntetésnél jelenleg fontosabb kérdés, hogy a kárpátaljai menekült gyerekek számára is tudjanak oktatást biztosítani.